nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Tisztelt Hallgatóság! Ebben az előadásban visszatérek egy korábbi műsoromban ismertetett két novellára. A megrázó leírás egy közönséges villamosútról és a fürdés című művek értelmezése után az Édes Anna című lélektani regényt fogom elemezni humánus szempontból. Értelmezésem szerint a villamos út felfogható az élet metaforájának, a születéstől a végállomásig. Orrom sötét bíbor lett, kezem szederjes, körmeim lilák. Ez a mondata kezdet a születés, és nem kétséges, hogy a küzdelem a helyért, azt a harcot mutatja, amit az ember vív társai között egész életében. Állni a sarat azért sem engedni, csak így lehet ezt az ellenséges magatartást megtörni, ami körülvesz minket. Persze a humor és önirónia is eszköz a túléléshez, nem csupán az író, hanem az egyszerű halandó kezében is. Amikor az utazó feladná a harcot, akkor dob a sors elé egy mentővet. Ekkor megpillantotta egy nőt, írja. A kék szempár vigaszt nyújtott, bele lehetett kapaszkodni, míg a ronda nyáspolgárok, dőfösek és részvétlenek a sorstárs iránt. Amikor a főszereplő zsáknak tettette magát, közönyösen viselkedett, észrevétlen maradt, egyből lett számára egy kényelmes ablakülés, ami a maximum, amit ilyen helyzetben elérhet az ember. Tehát megtörtént a bűzös állatsereglet, ahogy ő nevezi, ehhez való alkalmazkodás, a jelentéktelenné válás az életben maradáshoz. Ilyen az élet, mindent elér az ember, csak ki kell várni, de ennek élvezetére lehet, hogy nincs idő, ám ezt is sztoikus nyugalommal kell tudomásul venni. Ki is ez az esti kornél? Kosztolányi 1925 és 36 között írta laza szerkezetű novella füzérét, ahol a főszereplő azonos csupán, aki az író lelkéből lelkedzett, aki nem más, mint Kosztolányi játékos, cinikus, vásott, lázadó énje ő, az alteregó megteheti azt, amit az íróasztala fölé görnyedő művész nem, a családi élet jármába törve, ahogy felesége fogalmaz. A Fürdés című novellája 1925 körül keletkezett. Az irodalom történet csodálatának tárgya, hiszen annyira tökéletes, tömörségében is sokat mondó, lélektanilag olyan pontos, hogy érdemes közelebbről megvizsgálnunk. Az író érdeklődésének homlokterében valóban nem állt más, mint a halál, ami egy pillanat alatt bekövetkezhet. Koszolányiék egy koporsó készítő műhely közelében éltek szabadkán, s látnia kellett a gyermeknek imádott nagyapját a ravatalán, ezért fiatalkorától foglalkoztatta ez a kérdés míg esti beletörődve veszi tudomásul, hogy le kell szállni mindenkinek az élet villamosáról, Suhajda a fürdés című műben kétségbeesve érti meg, hogy tulajdonképpen szerette fiát, vagy talán nem, de már igen, ugyanakkor minden jóvá tehetetlen. Az író szerint az élet halál határmesdjéje hártya vékony. Az átmenet bármikor, bárkivel bekövetkezhet ebben a műben az apa és fia közti mélységes tudatalatti gyűlöletet elemzi. A nyárspolgár apa, akiknek jelenségét mindig szánalommal vegyes iróniával szemléli az író, megveti 11 éves fiát, mert pótvizsgára készül, nem lehet vele dicsekedni. A frajdi tanok szerint az apa tudatalatt ellenségnek tekinti felnövekvő fiát az anya szeretetéért való küzdelemben. Ám az idősebb fél egyben erősebb is még. Ezért a gyermeket rettegésben és bűntudatos állapotban tartja, hangsúlyozza az erejét és hatalmát fia előtt. Az anya unszolására egy másik szerepbe kényszerül, itt férfias játékot kellene játszani a fiával, hogy ügyes és bátor legyen. Ám ez a szerep nem áll jól az apának, mert nem a lelkéből jön. A közös játék is terhére van, és a fiú is, és ezt le is zárja a végzetes dobással a Sigmund Freud tanait ismerő és kiváló pszichológiai érzékel rendelkező művész mindkét novellában tanít. Ebben arra, hogy milyen kifürkészhetetlen a tudatalat rejtőző világ, hogy az elfojtott gyűlölet bármikor kitörhet egy öntudatlan cselekedetben. Hogy mindezen segíthetne a műveltség, az önkontroll és a szeretet. A megrázó leírás egy villamos útról pedig azt tanítja, hogy mindent elérhetünk, ha nem adjuk fel, ha tudomásul vesszük, hogy az emberek ösztönösen gyűlölik egymást, s hamarabb megbocsátanak egy zsáknak, mint embertársuknak, ezen nem kell törődni. Mindig van támogató szeretet, biztatás vagy vak szerencse, ami az embert előbre lendíti, ugyanakkor nagyvonalúan és elegánsan kell távozni, ha eljön a végállomás. Édes Anna Kosztolányi 1926. szeptember 8-án ezt írta édesapjának. Alig várom, hogy személyesen nyújthassa át neked. Az Édes Anna című regényéről volt szó, írja Kis Ferenc az Éret Kosztolányi című könyvében. Amikor a nyugat szerkesztői előtt felolvasta reggeltől estig, kikifutott a szobából zokogva. 1926. július 1 a nyugatban jelent meg a regény, amelynek ötletét Kosztolányi né adta. Te, egy novella téma jutott eszembe szóltam, egy tökéletes cselédlány, aki végül is meggyilkolja a gazdáit. Az író nagyszerűnek találta a témát, és másnap hozzá is fogott az íráshoz, s így lett a novellából fokozatosan regény. Kosztolányiné is szívesen, lelkesen szolgálta íróférje kívánságait, ezért tudta beleélni magát a cseléd helyzetébe. Férjét is mélyen érdekelte a téma, hiszen életének mindig és állandó része volt a cseléd. Sokat foglalkoztatta az úrszolgaviszony, viszony, sőt önmagát is, mint írót, szellemi cselédnek tartotta. Mindig is részvétet keltett benne az urakat kiszolgáló szegény ember, a pincér, a dajka, a szemetes. A kor politikai változásai hatottak az érzékeny politikát szándékosan kerülő író megítélésére. Révész Béla támadásaira válaszolta, hogy mint ember és mint író mindig megtette értük kötelességét, minden írásom, minden észrevételem nekik szól, mármint a szegényeknek, elnyomottaknak szenvedőknek. Édes Anna, mint a cseléd, beleveti magát a munkába, nem meri elfogadni a piskótát az elhíresült piskóta epizódban, nehogy aztán megkívánja. Az ő önfeladása teljességgel értelmetlen. Kosszolányiné szerint az író mindig is irtózott a függőségtől, az elgépiesedéstől, a kiszolgáltatottságtól, ami ennek az intézményrendszernek a cselédtartásnak egyenes következménye is lényege csak hogy ez mélyen megsérti az emberi lény tartását, önállóságát, szabadságát, és szükségszerűen előhívja a lázadó ösztönöket. Az író sem a kommunista diktatúra durva jelenségeit, sem az 1919 utáni ellenfordalom urizálását nem tartotta jónak. Vizijéket, akik Annát magukhoz veszik, mint egy rabszolgát, belülről, gondolkodások közvetlen közeléből, velük szinte azonosulva mutatja be. Részlet a könyvből, Anna megjelenésével kapcsolatban. A könyvet parancsolja? kérdezte Ficsor. Igen, mondta Vizini, aki, uralkodván magán félreértett mozdulatát, szerencsésen átjátszotta egy alsóbb síkba. Vizini ezt mondta. Nézzük a könyvét. Szemöldökét magasba vonta. Édes? Szólt. Édes? Úgy hívják édes Annának. Viziné félhangosan olvasta a cselét könyvet. Édes Anna született Balaton főkajárközségben, Enyingi járásban, Veszprém, Magyarországban. Személeírás Születési év 1900 vallása római katolikus termete közép, arca kerek, szeme kék, szemöldöke szőke, orra rendes, szája rendes, haja szőke, fogai épek, szakálla nincs. Be van-e oltva? Igen, különös ismertető jele nincs. Saját kezű aláírása, édes Anna. Igen, mondta, és rejtélyesen mosolygott talán azon, hogy édes, és hogy szakálla nincs. Most hol a könyvre, hol a lányra pillantva ellenőrizte a cserétkönyv hivatalos megállapításait, melyek bizony közel sem fötték a leírhatatlan valóságot. Haja nem dús, melyet csak úgy kenőcs nélkül szárazon simított hát a domború homlokáról nem volt szőke, hanem a gesztenye szín és a szőke közötti árnyalatú szökhaj orra se hanem határozottan érdekes, a lélegző cimpáival majdnem különös és pikás. Termette valamivel magasabb a közepesnél, de gyönge, elmaradott, talán csöppet fiús még. Szája vérszegény és cserepes, s keze a rendes cselétkéz, durva, körme kurta és csempe. Hány éves? Tizenkilenc válaszolta mindig Ficsor, ugye annyi vagy Anna? Miért nem beszél, fiam? fordult hozzá vizini. Szégyenli magát, nagyon szégyenlős. Víziné még nem látta a szemét, ezért így szólt. És miért nem tekint a szemembe? Fél. Kitől fél? Tőlem? Tőlem igazán nem kell félnie. A lány fölrebben a seprűs pilláit, de mielőtt az asszony megláthatta volna lecsukta. Víziné tanulmányozta aláírását, szálkás, szarkaláb betűit, melyeket hosszan és gondosan rajzolhatott oda egy rendőrségi szobasztalára görnyedve és előző gazdáinak minősítését. Anna nem látta a beszélőt, mert folyton a padlóra merett, pusztán a hangot hallotta test nélkül, mint valami szózatot. Zavartan egyik lábáról a másikra állt. Amikor ide belépett, a gyomra egyszerre fölé mejedett, olyan rosszul fogta el, hogy azt hitte, azonnal összerogy valami kimondhatatlan büdösséget érzett, mint a patikában, éles, hideg szagot, mely egyre jobban facsarta az orrát, kavarta a belét. Vizini az ongorájában kámfort tartott, hogy a molyok ne a vattás hangkalapácsokat. Anna nem tudta, honnan származik ez az orvosságszag, csak azt tudta, hogy nem bírja ki, csak azt tudta, hogy már az első pillanatban ki akart szaladni, és ha egészséges ösztönére hallgat, akkor köszönés és Isten hozzád nélkül elrohan, menekül, le a lépcsőkön az utcákon, s fut, meg sem áll hazáig, a kajári tarló földekig. Nagybátyja azonban mellette volt, s ő moccani sem mert. Annát Ficsor a házbizalmi ajánlja be a főtanácsos házas párhoz saját állása megtartása érdekében hozza a rokonlányt a családhoz. Ahogy a csomagját átnézik, már az is önmagában megalázó. Ficsor sovány batyucskát hozott föl kockáskendőbe kendőbe kötözve. Viziné élve úrnői jogával kibontotta. Mindig vizsgálás alkalmával győződött meg először, hogy lope majd az új cseléd. Kevés holmit talált. Néhány rongyos pamut zsebkendő, melyen nincs monogram, tehát valószínűleg nem lopta, egy már erősen viselt kék kartonruha, pár fejre való kendő, egy uraságoktól levetett férfi cipő, melyet valahonnan ajándékba kaphatott, egy kerek reklám kézitükör a cégjelzésével, egy vasfésű, még telegubancos hajával. Aztán egy horpat, sárga, plégyermek trombita, melyről piros bolyt lóg. Ezt kezébe vette, nézegette, nem tudta elképzelni, hogy mire használhatja a trombitát a cseléd. Katica nyitott be magasra emelt fővel, egy megsértett hercegnő fölényes mosolyával, hogy a déli asztalt leszedje. Viziné már nem engedte hozzányúlni, kiküldte, és maga is utána ment. Viziné bemutatta a lakást, a konyhába értek. Már oly üres volt, oly elhagyatott, mintha sohasem lakott volna benne az a bizonyos Katica. Ez itt a maga, kezdte Viziné, de nem talált rá szót. Nem nagy, de hát minnyáján meg voltak benne. Ne oda, kiáltott, amikor Anna az asztalra tette a batyuját, a földre. Be ne a lakásomat. A feje tiszta? Holnap majd megfürdik. Édes Anna szótlansága elgondolkodtató. Az olvasó érzi, hogy sorsának reménytelenségét sejti meg az első pillanattól kezdve. Ez a jobb sorsra érdemes lány tudat alatt rájön, hogy neki itt borzalmas lesz. A kámforszak az zongorából, urának Kornél neve, Viziné megalázó, fenhéjázó kérdései a szeretőről, poloskáról, azt az érzést keltik benne, hogy itt nem bírja tovább. A kis tizenkilenc éves szőke és kékszemű lány, édesanna neve is, Beszédes, hiszen az író a kellem, szépség, jóság összefonódását látta benne. Így ír erről. Én az Anna nevet régóta szerettem. Mindig a mannát hozta eszembe azon kívül egy kacér és nagyon nőies, föltételes módot is. A vezetéknév, amely öszönösen társult melléje nem egyéb, mint e hódolatom kifejezése. A kettő együtt vezeték és keresztnév, név, a maga lágy zeneiségében egy másik, ősi és végzetes szókapcsolatot idézett föl bennem, az édesanyát. Ez a külső és belső szépség lesz fogja a Vizinének, akinek piroska lánya hat évesen meghalt, s még ő betegeskedett, férje diszkréten, de folyamatosan csalta. A kiégett asszony egyetlen szenvedélye a cselédidomítás lett, végre neki is van kiszolgáltatottja. Amikor vízjéknél a barátok a cselédekről beszélgettek, a piskóta epizód rávilágít Anna helyzetének reménytelenségére, amelyben egyáltalán megszólalni sem érdemes. Anna az asztalt szedte, most még inkább figyelték, latra vetve minden mozdulatát. Az asztalhoz a pohárszékhez ugrált tündéri gyorsasággal, mint valami halk automata mozgott ide-oda, mint egy gép, gondolták, mint egy gép. Mikor a pohár székre tette a piskótát, Viziné, mint akinek egy kedves ötlete támadt, így szólt. Anna, hozza csak ide! A vendégek fölkeltek, kört formáltak Viziné köré, úgyhogy a társaság egy pillanatra megmerevedett a kör közepén a cseréddel a szoborcsoportozat fő alakjával. Moviszter megállította hint a székét kicsit előrehajolt. Viziné leszelt két szeret piskótát és átnyújtotta Annának. Ez a magái. Az arcok földerültek. Alamizsnálkodó, kegyes érzések fülledeztek a keblekben, hogy ezt a derék leányt megjutalmazzák. De az alig vette át a tányéron a kétszelet piskótát, már is visszafelé tolta. Köszönöm. Miért? Talán nem szereti? Nem, köszönöm, nem szeretem. Kinos csend keletkezett, viziné határozott hangja törte meg, akkor fiam szépen tegye vissza. A világért se. nem erőszakoskodom. Kimehet, a vendégek ott áldogáltak körben, arcukon azzal a derűvel, mely most zavarrá bambult. A leforrázottság undok tanástalansága kóváigot fölöttük. Kosarat adott, csodálkozott tatárni. Dehogy magyarázta viziné az ilyen, nem eszik semmi finomat. Még a baracklekvárt is ott Mit gondolsz például, mit vacsorázik? Úgy se találod ki. Semmit. Reggel kávét. Ebédre is csak egy kis főzeléket, egyéb nem kell neki. A piskótát pedig úgy látszik egyáltalán nem szereti. Vagy talán nagyon is szereti, mondta Movisszer doktor, aki még mindig előre hajolt a hintaszékben. Hogyan, doktor úr? Azt mondom, hogy nagyon is szereti a piskótát. De hiszen ő maga mondta, hogy nem szereti. Éppen azért. Bocsásom meg, ezt nem értem. A cselédek, kérem, nem ismerik szeretni azt, amit szeretnek. Hát elhitetik magukkal, hogy nem jó az, ami jó. Így védekeznek, talán az ellen, hogy túlontúl sokat szenvedjenek. Mit megkívánni olyat, ami úgysem lehet az övék, igazuk is van. Különben nem tudnának élni. Az úri társaság tehát így vélekedett Anna visszautasításáról. A következő kulcsjelentőségű esemény Anna életében a patikárius Jancsival való affér. A fiatal ember víziékrokona volt, és oda költözött a pesti lakásukba. Itt látta Annát, aki eleinte tetszett neki, majd megpróbálta magát lebeszélni róla, majd ostromot indított ellene. Anna könnyűszerrel verte vissza ügyetlen ostromait. Majd mikor átpróbálta kapni derekát, úgy hátra lökte, hogy az ágy belenyekkent. Nem, szólt keményen. De miért? Azért, mert nem szabad. Ide figyeljen, Tessék már hagyni engem, menjen az úri kisasszonyokhoz, maradhasson. Néni nem is úrfiszta, úgy látszott, hogy egészen úrá lett az ágyban. Jancsi a fejét belefúrta a tarkapárnába, párnába, rágta ciháját, arca összemaszatolódott a nyától és könyvtől, hallani lehetett keserve ziálását, hasta feküdt. Akkor azonban hirtelenül egy kar kulcsolódott a nyakára, magához szorította, olyan erősen, hogy szinte fájt. Nem kapott lélegzetet, lassan merült el a gyönyörűségbe, hagyta, hogy belenyomják ebbe a langyos, bágyasztó folyadékba, és megfulladjon lenn a mélyén, mint egy kát tejben. Rettenetes erős volt ez a kis paraszlány, és még soványabb, mint gondolta, ahogy ölelte, Testén nem érzett semmi húst, csak inat és izmot, a csontokat, a csontvász finom körvonalait és a medence csontot. Alig beszéltek valamit. Ennek a kapcsolatnak az lett a következménye, hogy Anna teherbe esett Jancsi úrfitól, és természetesen magzatát el kellett hajtania, amiért hálából egy zacskó égetgesztenyét kapott tőle. Végül a lány finom lelke megtört, Vizini nem engedte férhez menni sem, cselédekkel barátkozni sem, még beteg sem lehetett. Teljesen kisajátították. Lassanként hullott a haja, megcsúnyult, önbecsülésétől és magánéletétől megfosztották körülményei. Amikor május végén Vizikornél államtitkári kinevezése elkövetkezett, estét rendeztek otthon. Jancsi Anna szeme láttára flörtölt a fiatal orvos feleséggel. Egyszer, amikor a fürdőszobába értek, az úrfi magához szorította párját, belecsókolt a nyakába. A szép doktorné fölkacagott búgva. Anna mindezt látta ám személyisége eltiprásáért, semmi bevételéért elég tételt vett. Miután az esté véget ért, és elmentek a vendégek, vizijék az ágyba tértek. Azonban Anna, amikor leszette az asztalt, a következőt cselekedte. Utána az előszoba ajtajára borult, mint aki ki akarna innen menni valahová, de más gondolt. Hangosan a fürdőszobába futott, onnan a sárga tapéta ajtón a hálóba. Viziné arra ébredt, hogy az ágya szélén valaki ül. Kicsit fölemelkedett a párnáról, kinyitotta álomittas nehéz pilláit, s bámulta ezt az alakot. A kétes holdfényben olyan volt ez, mint valami szellem, ezüst párával körülvéve, nem rettent meg tőle. Az illető a bal kezével megfogta az ő kezét. Tágra nyílt szemeik egész közelről egymásra meredtek. Mit akar? suttogta Viziné. Anna? Maga az? Menjen aludni! A jövevény nem felelt, csak ült, csak fogta a kezét, nem engedte el. Lassan mozgott, s pusztán ettől a furcsa lassúságtól borzat meg, mert olyan lassan mozgott, oly lassan, hogy ezt nem lehetett kivárni. Viziné, amíg szabad karjával a leány nyakához kapott, hogy eltaszítsa, ellenben oly ügyetlenül lökte el, hogy csak még jobban magához szorította valósággal ölelte már. Kornél sikoltott egyszerre, Kornél kiezít, Kornél segít, segítség, segítség. Akkor már egy ütést érzett a mellén, egy hatalmas ütést, amilyent még nem érzett. Őrült, mondta aléltan és visszaesett párnájára. Vízi, akinek a feje elnehezedett a bortól és az álomtól, motyogott valamit, de már kiugrott az ágyból, ott állt a szoba közepén, hosszú, térdén alul érő hálóinkben. Mi az, ordított ki a segítség, gyilkos, gyilkos? A kés fényét pillantotta meg a pengét, a nagy-nagy konyhakést azzal hadonászott a leány. De hogy ki van itt, mit művel, hogy férfie vagy nő, arról fogalma sem volt. Csak azt látta, hogy valaki a szalonajtaja felé oson menekülni próbál. Utána vetette magát, és dulakodva visszacipelte. Nehéz közelharc volt, Anna megrémült, hogy bántani akarja őt, és épp úgy félt, mint a gazdája. A testi munkától izmos balkarjával átkapta a derekát, gáncsolta és teperte rövid ideig birkóztak. Vizi a fehér diványnál elveszette egyensúlyát, a diványra bukott, innen le a földre. A leány vad mellére térdelt, és dövte, szúrta, ahol érte a mellét, a hasát, a torkát. Aztán a kést a sarokba hajította, nem törődött semmivel. Áttántorgott a szalomba. Megmosta a kezét a vízvezetéknél, szappanal, majd visszajött a szalomba. A mű tanulsága mondani valója Kosztolányi Dezső üzenete a következő. Ő egy frajdi tételt bizonyít ebben a műben. Azt, hogy a tudattalamba szorított fájdalmak, meg nem értett és meg nem oldott feszültségek egyszer feltörnek egy látszólag indokolatlan, szörnyű cselekedetben. Azért lélektani regény ez, mert Anna cselekedeteinek tudatalatti mozgatórugóit elemzi az író a cseréttartás rendszerének abszurditását és idejét múlt embertelenségét mutatja be Anna sorsán keresztül. Kosztolányi Dezső így ír. Hiszen ennek minden sora azt hangoztatja, hogy csak emberség van, csak jóság van, csak egyéni szeretet van, és a gyilkosságnál is nagyobb bűn, ha valaki embertelen, ha valaki durva, ha valaki fenhéjázó, amiért egy kés sem elég megtorlás, és a legnagyobb erény, a lényegbe hatoló figyelmes, tiszta szívűség, mert többet, gyökeresebbet úgyse tehetünk ezen a földön. Írta az Írók című művében. S még tőle származik-e gondolat? A másik emberre figyelni a legnagyobb, amit tehetünk érte, s a legkisebb, amivel tartozunk neki. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották.